Isti! Na szevasztok srácok, itt még egy újabb NBA 2K23 gameplay videónkban My Team-ezni fogunk, unlimited-ezni. Na, a team jelen pillanatban így néz ki, radikális változások történtek a csapatban, amióta ti láttátok a cuccokat, a videót. Ugye alapból Allen Iverson sajnos nehéz szíve, de meg kellett válnom tőle. Nem igazán jött be, megmondom őszintén. Valahogy nem tudtam kihasználni ténylegesen, ahogy őt ki kellett volna. Ugye nagyon alacsony is volt. Minden évben ugyanez a probléma Allen Iversonnal, és minden évben ugyanaz a videót csinálom meg a 2K-ben róla, hogy berakom a csapatba, aztán utána kiveszem, mert egyszerűen sajnos ez a szituáció van. Viszont jött helyette De'Aaron Fox, aki 98-as point guard. Ugye ő 191 centi, tehát magasabb, mint AI kapásból, viszont így súlycsoportra nagyjából hasonló, tehát nagyon ilyen vékony, tehát nem a erejéről híres, ugye 99-es offense, 99-es defense, ugye gyakorlatilag a leggyorsabb játékosok között van az NBA-ben, most nem tudom pontosan az adatokat, hogy mennyi dalt futja meg a nem tudom hány métert, teljesen minden játékban mindenképpen a leggyorsabbak között van De'Aaron Fox mindig, viszont midrange 94, cipővel 95-ös tripla, egy problémám van vele, hogy baromi gyors a release-e, tehát olyan gyors, hogy mire te az agyadig, legalábbis az én csökött agyadig, míg eljut azt, hogy el kéne engedni a dobást, addigra már túl késő, de meg lehet szokni, szóval tudom használni. Nagyon jól zsákol is, ball handle 99 szintén a cipővel együtt, ugye perimeter defense is 94, tehát azért tud védekezni is, hogyha arról van szó, és akkor a speed meg az acceleration, hát ezeket tudtam rárakni cipőben, én craftoltam össze azt a cipőt, 99, egyébként közel voltak amúgy is a 99-hez. Úgyhogy teljesen mindegy is, és akkor ugye itt láthatóak a Hall of Fame badge-ei, ugye Limitless Take-Off, tehát Posterizer, Clamp Breaker, Quick First Step természetesen Hall of Fame-en, Clamps, tehát azt gondolom, hogy egész jó package, és baromi olcsó lapról is beszélünk, szóval még mindig balling on a budget, ugye nem veszünk My Team pontot egyáltalán, ezt tudom kihozni belőle réjelen, még mindig a kettesen, nagyon jó a release-e, már megszoktam a triplán, tehát hogy hát nagyon jó az azt jelenti, majd meglátjátok, hogy milyen százalékba dobok. Most Josh Smith a kezdő SF, nem vagyok oda érte, nem ragadtattam el magam, szintén nagyon olcsó Galaxy Opal között van, hát figyelj, befejezni nagyon jó, triplát is el lehet vele vállalgatni, de csak úgy ésszel. Christian Lattner, ugye Bracket Busters szériás, gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy Dirk Nowitzki, mondjuk a picikét olyan jellegű power forward pozíción, nagyon jó triplája van alapból gyárilag, 96-os, és tud mindent is, szóval szerintem PFN tökéletes, Taco Fall a centerünk. Csere point guardon, van nekünk egy D'Angelo Russellünk, akinek szerintem a egyik legsmoothabb jump shotja van jelen pillanatban a ligában, ugye látjuk, hogy a Lakers is mennyit fejlődött, amióta ő oda került, úgyhogy én nagyon bírom D'Angelo Russell játékát, főleg itt a Brooklyn Netsben is, amikor igazán kiforta magát és elkezdett sztárjátékos kategória, nem feltétlenül mondanám sztárjátékosnak, nem tudom mikor tudod nevezhető egy játékos sztárjátékosnak, úgy kiteljesedett, én azt gondolom azon a ponton, defense-ben ugye elhanyagolható, de egyáltalán nem rossz, 94-es triplája van és 94-es midrange-e, amúgy nagyon jó, aki lenne még helyette, aki megmondom össze nekem a játékban jobban tetszik, az maga Marcus Smart, mert baromi jó release-e van, és neki azt hiszem, hogy még a defense-e is jobb, igen, neki az offense-e marad el, neki összvisz 90-es triplája van, de vele többet sikerül bedobnom. Úgyhogy most egyenlően még D'Angelo Russellt játszatom, de Marcus Smart is baromi jó point guard tulajdonképpen Pink Diamond kategóriában. Glenn Rice kijött a Token Marketből, teljesen jó volt egy meccsem, amikor basszus valami 3-4 triplát dobtam vele egymás után zsinórba, azóta egyszer nem tudtam el ilyet csinálni, de nagyon jó. Lamar Odom ugye kijött a Season Rewardból, all around teljesen rendben van, azt gondolom. Sam Decker, ő most jött ki SFPF-re, ez is ilyen Bracket Busters Takeover packből kaptam meg. Így ahogy megyünk, azt hiszem, gondolom valami Edge and Dyer járhatott. Egyre még nem igazán tudom hasznosítani, pedig ő is már egy Galaxy Opal játékos. Bradley Beal még mindig itt van, Murezan még mindig itt van, Carmelo még mindig itt van, és Nazr Mohamed is itt van. Úgyhogy elég a pofázásból nézzük meg a mai meccsünket. Meg kell, hogy mondjam, ugye most már valami kettes tierben vagyok. A triplám látjátok egyébként, hogy 35,6%, tehát baromi szar. Ezt tudom hozni sajnos, 4,2 triplát tudunk bedobni
meccsenként. A field goalunk az már egy fokkal jobb, abban minden második az bemegy nagyjából. És a 47,9%-os winben vagyunk, win percentage-ben, látjátok 23-25-tel állunk, 48 meccs után. És igazából most még ebben a seasonben nagyon szívesen elnézést, ami 4 nap van hátra, még ki akarom hozni mindenképpen ezt a 20.000 My Team pontot, ami itt az Amethyst ligáért jár, az még teljesen vállalható, tehát ilyen Pink Diamond, meg mit tudom mi, a következő értelmes az a Alex English lenne, őróla már le fogunk maradni nagy valószínűséggel, úgyhogy ez lesz, meg lesz, megnézzük, hogy mi a szitu. Jó lenne nyerni egyet, megmondom összedés, srácok, mostában baromi sok lúzt szedek össze, mert egyszerűen olyan tímek ellen dob be ezen a kategóriámában, és nem tudom, hogy mitől függ ez, mert volt már olyan, hogy ebben a kategóriában bedobott gyengébb csapat ellen is, és én nem hiszem el, hogy még mindig nem sikerült megoldani ezt a matchmakinget úgy igazán jól. Közben kiszáradt a torkom a pofázástól, megnézzük, hogy mi a csapat, ezt már le is némítom most azonnal. Welcome to 2K Sports. We've got live NBA basketball headed your way on this fine Wednesday afternoon. SGA van neki ott szépen, aki ebben a szezonban nagyon jót megy, amúgy hát szerintem összességében ez egy vállalható teamnek tűnik így első blikre. Aztán majd meglátjuk, mert ugye a pad az mindig egy érdekes dolog. Na de a defensive settingsbe egy picikét most már belenyúlkálok, mert már muszáj, tehát sokszor annyira idegesítő a drive-nál előjövő help defense. Muszáj van kezdni vele, 81-74, van egy MT-s badge, ami őszintén szóval fogalmas is mit jelent, úgyhogy írjátok meg, hogy ti tudjátok. Na, elcsaklizzuk, és Taco Fall-lal talán még meg is tudjuk kezdeni a pontszerzést, kitűnő. El kell kezdeni valahol a pontszerzést mindenképpen. SGA, igen, igen, most egy még on-ball defense nyomunk, és még nem állítottam be ezt a help defense dolgot, ami lehet, hogy probléma lesz, és van neki egy Janisza, és ellopjuk, ez a gép lopja el. Lettner, el kell dobni a triplát, Christian Lettner. Bang, bang, baby, start hard! Erről van szó. Nagyon jó. Harden, Ellen fogja, nem a legjobb védő. Ray Ellen már az lehet, hogy benn van. Így van, nincs is kérdés. Tehát, hogy te úgy izzadság, vérverejtékezve összeedsz egy triplát, és ő meg gyakorlatilag mindig ez van, hogy jön, és ő odaáll, az belebassz, bebassza, kész, ennyi. Tehát nincs kérdés ezzel kapcsolatban. SJ picit úgy néz ki, mint A$AP Rocky itt a játékban mindenképpen. Na nézzük. Lettner. Hopp, egy fake. Janis fogja, az sosem jó dolog. Sosem jó dolog, kérünk egy zárást. Nem igazán van nagy játékunk. Lettner, újabb tripla kísérlet, lehet, hogy hülyeséget csinálok. Hülyeséget is csináltam, Janis szedi. És most általában ez szokott lenni, hogy elkezdjük relatíve erősen a meccset, aztán utána szépen beállunk egy ilyen ratyi kategóriára. Na, Janis. Érdekes matchup volt. Igen, a screennel is szoktam variálni egyébként, hogy menjen alatta. Azt hiszem, alatta go under-re szoktam rakni, minden igaz. Ó, nagyon szép Taco Fall with the killer defense. Ray. Mi legyen? Lettner. Taco! Meg kell lenni. Go strong, ez az, baby. Taco Fall nagyon jó a csapatban. Murezán már kevésbé, és ott üresen van az SG. Menj üresen, mert Harden az SG. Jó van, örülök, hogy tudom, hogy milyen játékot játszok. Harden. És igazából ezt csinálják, tehát balra, jobbra, az bekúrja, azt ennyi, és utána nézel. Josh Smith! Nem tudunk elrohanni, az lehet, hogy el lesz lopva, nem nincsen, és Taco Fall muszáj, ha játszatunk, muszáj, mert különben lemaradunk és szarba vagyunk. Egyre jól tartjuk magunkat, de ez el fog menni, ez az öröm, ez kurva hamar el fog menni, tehát annyira könnyen, olyan játszik könnyedséggel dobja a triplákat el, hogy ez gond lesz, srácok, hosszú távon ez gond lesz, ha csak nem esik bele abba a dologban, mert én szoktam, hogy eldobja a triplákat, és akkor nem jönnek be, de ezek a játékosok annyira jól dobják a triplákat, hogy megőrültek. És Janis! És egy büntetőt ki tudunk harcolni, itt még van esélyünk egyébként ilyenkor, hogy nem ment be az egyik. Ez a srác jól dobja a büntetőket, úgyhogy be fogja dobni mindkettő, teljesen maga biztosan dobja. Nagyon jó. Viszont tehát, hogy nem igazán értem, megmondom őszintén, hogy mondjuk játékba költésen kívül hogy tudnak ilyen csapatokat összerakni, mert a legtöbb ilyen lap, és az lehet, hogy el lesz lopva, nem? Nem akarunk valaki bemozdul? Oké. Tehát a legtöbb ilyen lap, ami náluk van, az általában olyan szintű dealben van, és egy faltot nem tudunk kiharcolni, és elkezdődnek a hibák, amiket szoktam hozni, és egyszerűen nem tudom tartani a lépést, ez fog történni. Te meg menj már be Taco a centerre, könyörgöm. Köszönöm. Szarakodik ott kín, öcsém. Igen, Harden, mindjárt jön a bal jobb, az kész, eldobja azt annyi. És a center, nem, nagyon szép defense, let's get it boy, De'Aaron Fox. Most Lettner, nem jött össze a hub step-in. Igen, Taco,
Taco. Na igen, van, hogy leblokkolják, azért előfordul bőven. Nézzük, De'Aaron Fox-a egy triplát akarom dobni. Nem fog tudni, mert mit csinál Taco? Mi a szar csinál? 3-2-1, dobni kell. Nem jó, dobni nem tudunk ebben a játékban, egyszerűen hülye vagyok hozzá. És nagyon gyors a release, mint látjátok, kurva gyors, olyan gyors, hogy most van egy kis input lag is, hála jó Istennek. Változás kedvéért, Harden végigviszi vele, így van, nem is kell kérdezni. 10-9. Na, akkor De'Aaron Fox helyett bejön D'Angelo Russell, és Taco Fall helyett Murezant rakom be, Josh Smith, egyszerűen nem tudom tényleg mi van a csapatban, halvány le a fingom sincs, Bradley Beal helyettesítse, és szerintem Ray Allen helyére jönni fog Michael Redd, őt szokta berakni, valamilyen oknál fogva. Most várhatunk még egy darabig, tudnám mi a szarra, gyerünk már! 10-9, amúgy egész jól tartjuk magunkat, de nekünk egyszerűen a dobás nem megy, srácok. Én nem tudom, nekem nem áll rá a kezem, basszus, azt kell, hogy mondjam, nem áll rá a kezem a túl. Tehát, hogyha bemegy, akkor így tökre örülök neki, és annyira változik, hogy kivel, mikor kell eldobni, főleg az, hogy különböző tényleg connection. Itt most nem fogni akarom valamire, mert amúgy, ha jó a connection, akkor sem mennek jól a triplák. D'Angelo Russell! Let's go, baby! Nagyon jó. Meg kell látni a helyzeteket. A defense-en nem állítottam még mindig, még nem használja ki ezt a szituációt, ami szokott lenni. Belenyúltunk. Nagyon jó, ez az, erről beszélek, hogy ha elkezdi elszarni a triplákat, akkor kell bekapcsolni. Akkor kell ráállni egy nagyobb gőzre. Murezza! Az meg! Igen, ez a baj ezekkel a magas centerekkel, hogy könnyen el lehet ők lopni. Glenn Rice, Amethyst vagy mi az, Opal. És hát azzal természetesen nem tudunk mit kezdeni, az égvilágon semmit. Viszont Bradley Beal-t látom, triplán, és nem jó, az se. De valahogy egyszer, mi vagy túl korán dobom el, vagy túl későn dobom el. Nem tudom megtalálni sosem. Azért ilyen baromi borzasztó a tökéletes meccsapot láthatunk. És befut, na erről beszélek, befut. Úgyhogy ezt most vesszük ki a picsába, mert ennél ideges több dolog, én nem is értem, ez miért van alapból benne. Ide kell lejönni, legalábbis ahogy én gondolom. És akkor van itt ilyen, hogy drive, help, rules, és akkor no help at all. És, amit még én szoktam csinálni, hogy mindegyik tight, az on-ball, meg az off-ball pressure is tight. Ennél ideges több nincs, hogy mi a szarnak segít ennyire be tripláról, érted? Tripláról besegít. Fölösleges besegíteni. És még a screen settingsbe bele se álltam. Senki nem fut be, senki nem fut sehova, Murezán. Hát, elég ratyi ez a támadás egyelőre. Murezán, de viszont azzal meg tudjuk csinálni, túl magas. 2 ponttal loholunk mögötte. Ez Jrue Holiday? Ilyen kis chubby boy. Igen, Rice. Ebben nem is tudtam, hogy van egyébként Galaxy Opal is. Hát nekem csak a Pink Diamond jutott, ugye? Biztos barom jó az a Glenn Rice, és nem tudjuk megfogni. Egyszerűen nem tudjuk megfogni. Hiába tartjuk elsődleges szempontnak a defense-t a játékban, meg a csapatban. Egyszerűen nem tudunk velük mit kezdeni. Rice. Nagyon korai. Egyszerűen belekalkulálom azt, hogy még várni kell egy kicsit rá, és nem kell most várni éppen. És nincs ott senki, és lejárt az időme. Kaptunk volna még egy triplát. Szóval a legtöbb meccsem sajnos mostanában így telik, srácok. Tehát hiába videón kívül is mindig ez a nyögve nyelős meccsek vannak. És ez van. Na jöhet vissza De'Aaron Fox, Glenn Rice helyett pedig... senki, mert nincs ott Ray-en, mert ő már ilyenkor behozza magától, ugye? Jrue Holiday-en is gondolkoztam, megmondom őszintén elég sokat, de valahogy nem akartam végül elköteleződni, mert a Sam Decker itt van nekünk. Nagyon szép, és Ray-en leszedi, jó! Ott van De'Aaron Fox, nem fogunk dobni. Nem tudok elfutni mellette egyszerűen. Egyszerűen valami olyan defense van ezeknél amúgy, hogy megőrültök. És Lettner nem marad üresen, és ott sincs már üresen senki, bazd meg, tehát erről beszélek, hogy egyszerűen nem tudsz üresen hagyni. Nem tudsz olyan szituációt kiharcolni, hogy üresen maradjon valaki. Valahogy olyan defense-eket raknak össze, nem igaz, itt a büntető megye. Odom, első büntető, jó, egy lepattanója van eddig, és egy pontja. Ott jön a második, köszönöm szépen. 17-15. Van egy pont, amikor el szoktam kezdeni off-ballozni. Ő még egyre on-ballozik, valamiért ez bennem van, hogy így tiszteletből én azt szoktam csinálni, hogyha ő elkezd off-ballozni, akkor kezdek én el off-ballozni. Ő még egyre on-ballozik, úgyhogy megadjuk neki a tiszteletet arra, hogy akkor maradjon a
Persze lehetne azt is csinálni, hogy mindenképpen off-ballozok. Egy ilyen nagyon jó a defense, és itt megtörik. És megtörik, és mindig van egy pont, hogy megtörik a defense-ünk. Mindig el tud mellette menni. Nem tudom, hogy, és nem tudom, hogy fordít esetben ez hogy nincsen. De'Aaron Fox. Nagyon szép leadott labda, és annak be kell mennie, mert Christian Leitner magas, 5 pont, 2 lepattanó, 2 assist. Egy igazi budget bowler, srácok, tehát ilyen nem is tudom, 8000 my team pont körül már elérhető. Mert gondolom nagyon sokat dobott ki a packből, és baromi common lap, viszont nagyon jó, tehát olyan értékeléseket kapott. Minden évben van egy 2K-ben egy ilyen lap. És nem tudunk, vagy faltolunk, vagy bedobja. Tehát ez a két opció van általában nekünk mindig. És nem tudom, mi lehet az oka, maximum az, hogy valamikor én baszom el a defense, aláírom, valamikor én szarom el. Keresem az okokat, keresek mindent, hát a csapatunk nem a legerősebb, ugye? Igen, jön a help, és Leitner, és nagyon szép. Christian Leitner, gyönyörű. Nálam még van egy kis help defense beállítva, ugye nem állított semmit. Glenn Rice eldobja a triplát, és az jó is, figyeld. Nem jó! Szedjük a pattanót, De'Aaron Fox, Ray! És ő sincs már üresen, ennyi volt. Leitner, center munka, az nekünk szokott menni, ez most nem lesz meg sajnos, így van, nem ugrott el, okosan csinálta. Megyünk előre, az meg ki a faszom, Smith Junior. Igen, Odom amúgy egész jó védő, az egy jó lap volt, hogy kijött, nagyon jó lap volt, jó segítség nekünk, tényleg a SF pozícióra, de valahogy nem raknám be kezdőre, még igaz, hogy most Josh Smith is tök fölösleges, baj, de szépen csinálta, Istenem, elfékelte, tök megettem. De'Aaron Fox egyre semmi az égvilágon, 2 assist, és Leitner! Christian Leitner nagyon jó addíció a csapatban, nagyon jó, hogy ott van, és az a baj, hogy a jobb szélünk, jobb oldalunk, meg bal oldalunk totálisan üres. És most ott nincs senki, az ég, olyan szar defense-ünk van, hogy nem igaz. Na az, és azt is megcsinálja, ennyi, kész, nincs kérdés. De'Aaron Fox all the way, baby! Kullogunk, nagyon kullogunk mögötte, barzasztóan le vagyunk maradva mögötte. Egyszer ezt tudom kihozni ebből a csapatból, srácok, ennyi pénzből ennyit tudok kihozni. Megetett minden pillanatban, 4 pontos különbség. Négy pont. Mi a szart csinálják? Josh Smith mindenképpen el fogjuk adni, mert semmiért. Sam Decker is, látjátok, van, de hogy úgy igazából minek. Ray Allen sem nagyon sokat tett hozzá, egyszerűen nem tudunk triplát dobni. Nincsen lehetőségünk se triplát dobni. Leitnert én centeren nem hagynám ott. És már be is fogja hozni Taco Folt, mert nincs is ott, úgyhogy Leitner viszont mindenképpen kell a csapatba, úgyhogy sajnos őt még látszatni kell, így. És akkor két helyen van ott amúgy, akkora szar ez, hogy nem igaz. Na mindegy, 4 pont, az a jó, hogy nem húz el annyira. Nem húz el annyira, de a pain defense-ünk is rakás szar. Egyszer, tehát bemegy, elfékelem. Akarom mondani, elfékeli. És csak nézek, mint borjú az új kapura. Na, Taco följött. Ő egy jó addíció nekünk a támadó paintbe. Russell is itt van. És ennyi is ellopja, kész. Köszönöm. Brutál. És megy a vonalra, mert transition izé. Ez nem tudom, hogy ez most új szabály-e a ligában, vagy a 2K-be hozták ebbe ezt a transition faltot, vagy mi a tökömet. Ugye ilyenkor nem lehet egyből lefaltolni, hogy megállítsd vele a fast break-et. Vagyis hát meg lehet csinálni, csak akkor egy pontot bánsz. Na nézzük, most a fake-re nagyon figyelünk. Taco fallon. De ne segíts, Bradley Beal, és leszvicselik. Szörnyű. És mehet is mindjárt tripla. Az ki a tököm. És ott van üresen, és nem, nagyon szép. Ebből nem tudom, hogy nem sikerült neki pontot szerezni. Bradley Beal wide open. Mi a tököm legyen? Ott van Ben Taco. Ilyenkor Istenem, az ilyen baromkodásokat nem kéne előadnom amúgy. Leitner még mindig ott van a pályán, hála jó Istennek nem hozta le. És már nagy képüsködik, már nyomja. Igen. Ezeket a játékosokat lefogni amúgy kb. Ilyen lehetetlen kategóri. És Giannis, és kiadja is, gyönyörű az. És nem megy be. Nem ment be. Hál' Istennek, nagy mázlink van ezzel.
Russell is el lehet dobni a triplát természetesen, de valahogy nem az igazi, nem megy a tripladobás, látjátok ti is. Ez a nagy problémánk, ez a hatalmas nagy problémánk. De nagyon szép elzárás, leválás. És Taco Tuesday, baby, all the way. 8 pontos Taco. Egy valami equalizer muszáj. Na, hogyha azt bedobja, akkor megeszem a kalapom. Tökéletes, ez most mázli volt, hogy ezt így el... De, ó, Isten! De... És nekünk nem sikerült visszaszerezni. És az se jó, megőrülök. De viszont ott van Harden, ott van, és bedobja. Nem mondok semmit, nem mondok semmit. Meg ezek a kicseszett full court pressure védelmek, öcsém. Ezeken meg tudnak engem őríteni. Taco ott van üresen, tök jó, örülünk neki. Jézusom, az a ball handling. Bradley Beal. Mit tudom én, mit csináljak, srácok? Nem tudok mit csinálni! Figyelj, és egyszerűen... Ügyesen játszanak, ez van, ügyesen játszanak, nem tudok mit mondani. Nem tudok mit mondani, barom idegesítő ez a full court pressure. Ez... Hopp! Letnő... Ó, Isten! Nem mondok semmit, nem mondok semmit, srácok, egyszerűen. Most ebben a meccsben baromi nagy tényező van, én is bénázok. Egyszerűen bénázok, kiharcolja azt, hogy kapkodjak, kiharcolja a full court pressure-rel. Meg vagyok lőve, teljes értékben meg vagyok lőve ezzel a full court pressure-rel. Én nem fogom használni, mert nálam ezek nyilván szarul működnek, ezek a taktikák. Dekör helyett, mert jön meg Lair Ice, de amúgy teljesen mindegy, ki a szar van ott, mert úgy tudunk triplát dobni. Én nem tudom, hogy működik ez, de ezeknek a csapatoknak egyszerűen tényleg... Oh, látjátok, milyen defense-ük van? Akármit csinálsz, gyakorlatilag akármit csinálsz, vagy playmakinget nyom, én nem tudom. Érdekes. Közben meg amúgy ő is csomó hülyeséget csinál, tehát meg kéne tudnunk enni. Glenn Rice! Nézd meg, semmi nincs belőle! Egyszerűen... Ott van, tehát baromi közel, egy hangya fasznyi hely marad ahhoz, hogy izé tripla legyen, és nem megy be. Nem megy be, és egy csomó szó látom, hogy valakinek így még ekkora hiányzik, és bedobja. Na jó, lehet, hogy az valami Hall of Fame badge, 6 pont, az nem olyan, nem a vészesen sok kategória. Megint ez a full court press. Letner, nem merem egyszerűen eldobni. Ray, és... Igazából, látjátok, maguk a izék se nagyon működnek amúgy, az elzárások. Letner, gyerünk! Szép! Jannison, 11 pont! Harden! Ó, te jó Isten, srácok, pazd meg, ez a... Még mindig ez a problémám, ez hol kosárlabda? Ez tudod mi? Ez Harlem Globetrotters, és kész, eladjuk a labdát, ennyi. És még egy Harden tripla. Persze, miért is ne? Picsába már. És annyira nem tudsz ezzel mit csinálni, annyira nem tudsz, hogy nézd meg, és így leblokkolja. És hát csak, én nem fogok ilyeneket csinálni, speedboostolni hátra, és akkor rohanok jobbra, mint egy hülye. Meg tudom csinálni, nézzétek meg. Ott van De'Aaron Fox, gyere ide. Nem jön ide, jól van, mi a szart keres ott a paintben? És ezzel mi a szart? Ugyanott tartunk, srácok, ez a játéka, mint pár éve. Ugyanott tartunk, és nem az a bajom, hogy vesztek, hanem az a bajom, hogy vesztek, hogy semmi esélye, nézd meg, eldobom a triplát. És oda, hogy bemegy. Tehát, hogy... Ő meg fogja magát, kettőt, balra, hopp, jobbra, balra, azt egyszer csak eldobom a triplát, akkor nincs ott, és én nem is nyúltam, nem is nyomtam steal, de mindegy. Jaspis most izé, 9 pont van közte? Nem, 11. 9. Nézd meg, Harden, és csak jobbra-balra, hogyha meg nem jön be, akkor eldobja a triplát, vagy hogyha rajta vagyok triplán, akkor meg fogja, majd befut a picsába, az kész, ennyi. Nézd! És lepattanod, meg ki fogja leszedni? Senki, ugye? Seventh field goal in 10 attempts. Impressive. And when Prince is in a groove, he rides that momentum. Such an aggressive offensive player.
És nem az a bajom, még egyszer mondom, nem az a problémám, hogy nem tudok nyerni. Mert megértem. Jó. Nem vagyok olyan jó, mint ők. Nincs olyan csapatom, bármi legyen is az oka. Nem tudok, rendbaj, nem tudok nyerni. De amikor ennyire nem tudsz te mi a szart csinálni? Tehát, hogy olyan OP defense van, hogy akárhova passzolsz, érted, már ott vannak rajta. A miénk meg szanaszéjjel esik. És most mégis mire várunk? Mit kell még beállítanod? Mit kell? Mind kell gondolkoznod? 12 ponttal mész. Jól csinálod, ügyes vagy, megy az neked. És ugyanott tartunk ezzel a 2K-el, még mindig ugyanazok a problémáim sajnos, hogy van egy pont, tipikusan olyan szituáció, mint a telefonos ingyenes játékoknál, hogy először játszol vele, jaj de jó, hát tök jól megy, tök jó játék, tök jó játszani vele, meg stb. Azt utána jön egy olyan szituáció, hogy így hoppá, és nézd, én is tudnék ilyeneket csinálni, hogy így hátra lépek, és akkor, vagy sőt, így, hátra lépek, és akkor bum, és amúgy De'Aaron Fox tripla. Na erről beszélek, 96-os tripla. I don't know how he missed, én sem tudom, hogy sikerült ezt kihagyni. És nézd, és ezzel most mégis nagyon szép volt Murezan, és nem tudja össze. És tehát ugyanaz van, mint az ingyenes telefonos játékoknál, egy darabig tök jól megy az egész, tök jó vele játszani, tök jól... Tök jó vele játszani, és van egy pont, amikor érzed, hogy na itt van a paywall. Itt van a kicseszett paywall, hogy most kapod meg az arcodba, most jön vissza az a, most rúg vissza az a dolog, hogy te nem akarsz ebbe költeni. Most rúg az vissza, és még egy midrange-et is tudunk bedobni a csémét. És mindig visszarúg ebbe a 2K-be, és mindig visszarúg az az istenverte szar, hogyha te ebben nem költesz bele eleget folyamatosan, akkor egyszerűen cseszheted. Baromira cseszheted is bele, és aláírom, hogy azért van ebben olyan is, hogy az én skillem se a legerősebb a játékban. Tehát nem én vagyok a legjobb 2K-es a világon, abszolút nem én vagyok. De nem vagyok ennyire szar! Watching SGA run this offense, he's so patient and he reads the defense exceptionally well. Yeah, Gilgeous Alexander really plays at his pace, Grant. You know, BA, he's one of those guys that defense just can't speed up. And every move is purposeful. Nem akartam ideges lenni, srácok, elnézést kérek, de én nem fogom magamat meghazudtolni. Hogyha ilyen hülyeségek vannak, Jazz Smith, azt tudom, mi a szarnak van a csapatban benne, akkor egy lassú... Én nem is tudom, de magamat látnám a pályán kb. Olyan feeling amúgy, mármint hogy itt a játékban. Szigorúan nem a... Úgy van, vesz is, de persze. Drew Holiday, és azzal már lószart nem kezdesz ilyenkor. Szépen megy föl a hátrány. Úgy van, lobd is el, fubbazd meg. Értitek, hogy miről beszélek? És nézd meg! Csoda, hogy az bement. Istenem. Ezért, pontosan ezért nem akartam újra elkezdeni túlkézni. Mert agyrém. Egyszerűen agyrém az egész. És mondom, hogyha kiszopok, olyan szituációban szopok ki, hogy mondjuk van egy ilyen egál meccs, végig izén, te is tudsz dobni, mit tudom én, megvannak a... De ez mi? És az Isten szerelmére egy Galaxy Opal Point Guard, 98-as Point Guard nem tudja úgy hozni a labdát, hogy ne lopja el tőle azon, ne akadjon be ott a lábába. És ennyi, elhajítja és csókolom, és nincs rajta senki. És az égvilágon nem állított ő semmit. Nem állított ő lószarcsa az egészen, és mit tudom én hány ponttal vagyunk, szopunk már ki. És Rice, 20. Majdnem 20 pont, 18 pont van köztem már. És látjátok, hogy normálisan kezdünk, tehát el tudunk kezdeni pontot szerezni, és van egy pont, amikor egyszerűen így pofán bassza, jó van, az se jó. Az csoda, hogy bement. Hogy így arcon csap a felismerés, hogy nem, te itt most nem fogsz pontozni, és nem tudunk ellopni egy labdát se. Na jó, hát akkor még megnézzük az utolsó negyedet, mi a szarnak, nem tudom, de hogyha lose van, akkor is kapunk pontot. És ennyi.
ugyanazokat, csak magamat tudom ismételni a 2K-jel kapcsolatban. Egy kicseszett pay to win játék. Még mindig. És tudtam jól, hogy nem változott semmit az egész. Tudtam jól. Nagyon jól tudtam én ezt. És ennyi az egész, bazd meg, kész. És hol vannak már azok az idők, hogy egy teljes értékű játékról beszélünk, és akkor jó, hát akkor legyen már azt, ne legyen már pay to win. Hol tartunk ettől? És nem tudja befejezni a szakó. Tehát hol vagyunk már ettől a világtól? Hogy kiadnak egy játékot, ami úgy kész van, és akkor az van benne neked, amit te megérdemeltél benne, amit te kiharcoltál benne. És állok itt a nagy büszkesége. Na ezzel mégis te mi a szart kezdesz amúgy? Valaki mondja már meg nekem, aki egy nagy gurú, mi a szart kezdesz ezzel? És... Tényleg, bazd meg, olyan, mint egy kicseszett free-to-play telefonos játék, tényleg mindig ezt tudom mondani. Csak nem free. Nézd meg. Nagyon jó. Most örülök neki, mint hogyha ennek és mindenbe bele tudnak nyúlni. Mindenbe bele tudnak nyúlni. Mindenbe. Úgyhogy nem tudom, srácok, én látom azt, hogy azért szeretnék ezeket a videókat, a 2K-es videókat, én is szeretném, én is szeretem őket csinálni, de ilyen körülményeknél, hogy így... Van egy tök izé... Hogy mondjam, mit tudom én, egy meg még mindig nem sikerült ezt a ratinget is megoldani. Tehát hogy lenne nekünk 97-es offenzünk és 95-ös defense ennek a csapatnak? Hogy lenne? Tehát... Értek, hogy van 3 vagy 4 Galaxy Opal lapom. Ezek meg full Galaxy Opal line-up-al jönnek. És a legröhelyesebb dolog az egészben, a végén látni fogjátok, hogy van, amikor leszámolja a My Team pontot. És a végén hozzád kúr egy olyan bónuszt, hogy opponent strength bónusz, és az ilyen, srácok, hogyha mondjuk ő úgy dönt, hogy az erősebb volt az a csapat. Ez akkor dönt úgy, hogyha tele van Dark Matterrel a csávó. De ez most is erősebb a csapat, akárki akármit mond. És akkor hozzád vág egy 4 darab My Team pontot a végén. Mert hogy erősebb volt a csapat, és úgy vesztettél. 4 darab My Team pontot csap hozzád, érted? Minek? Az már ez a leszort penny, leszort apró így a földre, ne eszete hülye gyerek, bazd meg, íz, vegyél jobb lapokat. Tehát, hogy kicsit ilyen... Szarom én már le ezt a meccset úgy, ahogy van, az egészet úgy, ahogy van, tényleg. És az a probléma, mondom, még egyszer, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, nem az a probléma, hogy vesztek. Én meg tudom érteni, hogyha vesztek, én tudok veszteni. Én nagyon jól tudok veszteni, semmi probléma nincs vele. Vannak ügyesebb játékosok, vannak játékosok, akik több pénzt bele tudnak ebbe ölni. Vagy egyetlen beleölnek pénzt, értem. De az a probléma, hogy leülsz játszani. Érted? Az idődet beleáldozod ebbe a játékba. A réle még mindig kurva jó. Beleáldozod az idődet a játékba, érted? Ki akarsz kapcsolni, le akarsz ülni, nyomni egy meccset, egy fair meccset. És akkor egy teljesen unfair meccs vág téged arcon. Ez mi, ha nem unfair? Mi a szar ez? Értitek? Arról szó sincsen, hogy kihagyja. Szó sincsen. Véletlenül sem. Hogy? Teljesen belett az izélve. Contestelve. Tudom, hogy szarom én már lett. Tök mindegy, mit dobok. Azt gyönyörű szép lepattanótákó. És Lettner. Nem tudom, minek kommentálom még ezt a meccset, mert szörnyű az egész. És látod, és akkor Christian Lettner már érdekes, nem tudja ugyanazt befejezni. Hogy tudná? Hát, hogy csak Christian Lettner... Meg egy olcsó lap, ugye? Egy ilyen áll-opál, vagy én nem is tudom, hogy van ez amúgy a 2K-nél, tényleg. És mindjárt vége van, hál' Istennek, ennek a borzalmas meccsnek, bazdmeg, mert teljesen idegesítő. Taco. Semmi. Taco egyébként 14.7 lepattanó, de ez a Harden, figyelj, az is benn van. Nincs kérdés, nincs az, hogy kihagyja. 24 pontos Harden. És tudod, mi a kedvencem még? A Galaxy Opal, Scary Pippen. Hát az meg egy olyan lap, hogy így God mode. Az amúgy egy half-step lett volna, de semmi gond. Kit zavar? Fall, még mindig egy kicseszett beast.
És ez a probléma, ez a probléma, hogy mindig ezzel az egésszel, hogy egy kibaszott cash grab az egész. Érted? Nincs kérdés, nincs kérdés abban, hogy bemegye vagy nem. Értem én? De hagyjuk, túltárgyaltuk szerintem már. Így is kapni fogom majd az ívet, hogy mekkora szar vagyok, hogy csak hisztizek, de ez a probléma, hogy nincsen alternatíva a kicseszett NBA-nek. Nincsen live. Nincsen NBA live már. Miért nincsen? Kéne. Könyörgünk érte. Javítsatok rajta, dolgozzatok rajta. Légen jó tudott lenni a live sorozat. Most ez az egyetlen 2K van, és akkor bele vannak ülve a kényelmes dologba. Já, nincsen semmiféle konkurenciánk, szarunk is bele. Ugyanazokkal a hülyességekkel szembesül a játékos, legyen egy cash grab az egész, legyen egy telefonos játék kategória, az bőven jó, nekünk az sok pénzt hoz, és ennyi, kész. Ez a szituáció van. És odon. Én már csak Harden-e dobál. Mit szarakodjon vele? És nem értem, hogy például a csapat miért nem védekezik jobban. Na mindegy, ez egy hatalmas nagy zakó. Harden már megint. És érted, próbálkozol úgy összeakni a csapatot, hogy defense-ben legyen jó, stb. Semmit nem érsz vele. Az égvilágon semmit nem érsz el vele. És most meg miért kezdtünk el hirtelen jól dobni? Amikor számított, miért nem ment így a dobás? Ezt már inkább csak az univerzumtól kérdezem, ha létezik olyan. Mármint úgy olyan, hogy így... ilyen univerzális törvény, hogy... Nézd meg! És most meg elkezd ugye... Most, hogy már nincsen tétje... Figyelj, és az nincs benne, az nem is dobom el. Takko. Here's Fall. And he slams it in one-handed. Semmi. Well, they needed gatya az egész. Gatya az egész, srácok. Too little, too late. Azaz, abszolút. Mennyi? 13 pontos lose. Pedig jó kedvel ültem ide meg jó energiákkal, meg úgy jól kezdődött a meccs, de... De ennyi volt. Ennyi volt, kész. Úgyhogy ilyen meccsekbe futok bele, srácok, itt is. Van egy pont, amit átlépsz, és utána leszarja telibe a 2K, hogy neked milyen csapatod is van igazán. Nem is néztem meg, hogy mi volt az a opponent strength bónusz. Leszarja a játék, hogy... És látjátok, nem az a problémám, hogy vesztettem. Mert most már nem számít az, hogy vesztesz, ugye? Nem az van, hogy 12-0-át kell hozni, meg ilyenek. Nem erről van szó, hanem azért vagyok ideges, mert ideülök, szeretnék játszani egy jó meccset, és képtelenség jó meccset játszani. Nem képtelenség, mert előfordul. De egyszer, és mondom, nem az kell nekem, hogy itt nyalkassam be a plazmát, meg hogy jaj, ki is lépett, meg mit tudom én mi. Meg röhögjünk azon. Hanem egyszerűen ez számomra szörnyű. Még mindig szörnyű. És ami még szörnyűbb, hogy tényleg nincsen alternatíva erre a játékra. Nem tudsz mit csinálni, hogyha te 2K, tehát hogyha NBA játékkal akarsz játszani, ez van. Kész. Szeresd. És akkor örülj neki, hogy megvan neked, kihozod itt budgetből, meg mit tudom, aztán odamész, azt igazából tolhatod is le a gatyádat, és hajolhatsz is be, és húzhatod szét a segjukadat, mert semmit nem érsz vele. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogy egy rage-es sztori volt. Ismételgetjük önmagunkat folyamatosan, sziasztok, jött az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instám, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á